háziasan készítjük a kenyeret. Háziasan. Azért is szeretném csinálni a kovászos kenyeret, mert nincsen benne adalékanyag. Azt praktizálom, hogy aki bejön hozzánk a pékségbe, mindenki találjon magának valamit. Akkor sétáltam erre a három gyerekemmel, és megláttuk ezt a csodálatos kirakatot, és így néztük, hogy jó, mik lehetnek itt bent, miket árulhat. Kata jobban ragaszkodik ezekhez a ronybabákhoz, mégiscsak különlegesek, nem az a tömeggyártmány. Azt legjobban szeretem, mikor elkezd élni a baba. Megkapja a szoknyáját, megkapja a haját, a ruháját. Szerintem egy természetfotó az akkor éri el a célját, hogyha fölkelti az ember figyelmét, és esetleg elindul az emberben valami természetvédelmi vagy környezetvédelmi jellegű gondolkodás. Jó napot kívánok, Hübs Éva vagyok, és Önök a Siker Vállalkozói magazin műsort nézik. Legszebb gyermekkori emléke a Topolyán élő szakál Eleonórának az, ahogyan a nagymama kemencéje előtt ül, és arra vár, hogy az illatos kalács kisüljön. A péknek tanult fiatalasszony úgy gondolta, hogy a számára csodálatos emléket másokkal is meg kell osztania, mert ha egyszer megkóstolják a nagymama receptjei szerint sütött pogácsáit, hókifliáit, sóspereceit és más süteményeit, no meg persze a kovásszal gyújt kenyerét, akkor örökös kuncsaftjai lesznek. Másfél éve meg is nyitotta egyedi pékségét. A vásárlók pedig elsősorban azért látogatják, hogy a régmúlt ízeket megkóstolhassák. Szombat reggeli lázas készülődés az egyik topolyai városperemi pékségben. Szakál Eleonóra és férje a frissen sült túros pogácsákat és legfáros párnácskákat csomagolják a piaci standjukra friss portékának. Éjfél óta megállás nélkül dolgoznak, hogy a reggeliért érkező, a környék gyárajban dolgozó munkásokat is ki tudják szolgálni az üzletükben. Éjszaka, éjfél után kezdjük a munkát, hogy minél frissebben tudjuk kitenni a polcra a termékeket, mert hogy a dagasztás után pihentetünk, szaggatás után pihentetünk, formázás után pihentetünk, és akkor itt sok a pihenő, még a sütési folyamathoz nem jutunk. És a sütésünk az olyan fél négy-négy órakor kezdődik, mire jönnek a vásárlók, igyekszünk mindent kisütni, és az még minden melegen várja az embereket. Napközben is folyamatosan sütünk, főleg lángosokat, pogácsákat, nagyon szeretik a pogácsáinkat, a túrós és a fokhagymás pogácsánk az a trendi pogácsa. Amikor a pékségben megcsappan a forgalom, az összes pékárót a piacra szállítják, ahol a család többi tagja állja sarat. A nagymama konyhájának emlékét felidéző friss sütemény illatának senki sem tud ellenállni. Percek alatt elfogy. Olyan szépek. Kalács is látszik, hogy az a régi fonású még. Ezek a régi receptek szerint, amik vannak csinálva, az más. Tudod észrevenni mindjárt a különbséget a mai kenyerek és az a régi hagyományos kenyerek közt. Kedden vásároltam először ebből a süteményből, akkor csak meggyes volt. Fantasztikus volt. Sajnáltam félretenni a fiamnak, de muszáj volt. Most nem hibázok, most többet vettem. Nagyon finom. Nagyon háziasak. Miket szokott vásárolni? Apróbb töpörtyűs pogácsát szoktam vásárolni, meg azt a magvas kis holdacskákat. Eleonóra egy éve árulja a hagyományos nagymamája receptjei szerint készített süteményeket a piacon. Kerékeny gurulók is, mozgatható kocsit csináltam magamnak, amivel mentem körbe a piacon, és kínáltam a reggelit, a portékámat, a zsuzsonna szintű dolgokat. Pár piacot így körbejártam, hogy megismerjenek, és utána béreltünk asztalt. Hát szerintem ez már kinőtt a helyét, kevés a polcunk, kevés a helyünk a termékeinkhez, de hát igyekszünk azokat a termékeket főként kihozni, ami keresettebb. A családi vállalkozásban mindenki kiveszi a részét. Eleonóra nagyobbik lánya a kiszolgálásnál segítkezik. Én nagyon büszke vagyok anyára, mert mindig is ez volt az álma, hogy egy saját pékséget nyisson, és hihetetlenül büszke vagyok rá, hogy végül sikerült neki megcsinálnia. Eleonóra édesanyja kemény munka ellenére sem tudja meghatódottságát leplezni, amikor a lányáról beszél. Szurkol a lányának? Nagyon. Nagyon. És sok sikert neki.
valamennyit előre készítünk tésztából is, és akkor másnapra kevesen marad, akkor otthon is bírunk egy kicsit dolgozni, vagy otthon készítünk, és akkor visszük a pékségbe, és ez így megy. Kicsit választott, de hát kibírható. És az egész család bele segít? Bele. A gyerekektől kezdve mindenki. Csak hogy jobban menjen. Közben elfogyott a pogácsa, és Nóra új adagot gyúr a pékségben. Ekkora sikerre maga sem számított. Talán azért, mert szívből csinálom, és tűrön viselem a vele járó fáradtságot, a vele járó feszültséget, a vele járó mindent. Nekem az a jövedelem, hogy a családot el tudjam tartani, én ezzel is meg vagyok elégedve, de egyébként meg vagyok vele elégedve. És többre is szeretném vinni a jövőbelileg. És úgy gondolom, hogy van rá lehetőség, és lesz igény a termékeinkre. Mindig akad, aki majd szereti a házias dolgokat. A régmúlt idők receptjeit viszont nem egyszerű a mai korhoz igazítani. Nem lehet a könyvelőnek mondani, hogy egy bögre liszt, meg egy csipetnyi só. Úgyhogy hát volt dolgom kialakítani a saját recepteket, mert nem volt egyszerű kitalálni, hogy mennyi az egy bögre liszt, meg a csipetnyi só, meg amennyi lisztet felvesz, meg a... Igen, ezen nagyon sokat dolgoztam egyébként. Szinte éveken keresztül dolgoztam rajta, gyakoroltam. Nagyon sok mindennel meg is próbáltam bizonyos dolgokat a fűszerekkel is. Ugye nem mindig elérhető a medvehagyma, de a túrós pogácsa medvehagymával isteni. Nyitásunktól nagyon sok nehézséggel találkoztunk, szembesültünk. Hát a lisztbeszerzésnél is igen voltak, tapasztalatlanok voltunk, akivel együtt dolgoztunk, nem értesített bennünket, hogy most ő leáll, és nem lesz liszt, és nekünk nem biztosított elegendő lisztet, úgyhogy volt, hogy fogtam a fejem, úristen, hol szerzem be a lisztet, de dolgozni kell. Nagyon sokat jöttem, mentem, kerestem megbízható beszállítókat, mert komolytalanok, vagy nem tudom, vagy én vagyok túl komoly, de voltak, akikkel nem tudtunk együttműködni. A kísérletezés eredménye nem egyszer a kukában végzett, mondja Nóri. Alakítottam a diabetikus kenyeret, és Vajdaságban egyetlen egy helyen használnak szójalisztet, pékségben. Senkit nem találtam mást, akitől tanácsot kérhettem volna, vagy akivel meg átbeszélhettem volna, hogy milyen arányba, mennyit lehet használni, mert sok szójalisztet nem lehet hozzáadni. Lisztek keverékéből készítettem a kenyeret. Bejártam pár pékséget receptfejlesztés céljából, és volt olyan, hogy megpróbálkoztam a tiszta szójaliszttel, és olyan kiflit sütöttem, hogy hát ehetetlen volt. A nagy választék és a polcokon gusztusosan felsorakoztatott portéka újabb kuncsaftokat vonz az üzletbe, akik értékelik a hagyományos módon készült péksüteményt és a kovásszal dagasztott kenyeret. A pékek, mikor csinálják a kenyeret, akkor ugye felfújják mind a sztiroport ebben a vízinnel, meg taurinnal, nem, azt hiszem taurint használnak. De, és akkor olyan lesz, mint a sztiropor, éhetetlen a kenyér. Régen ezt nem használták, régen kovászolt, akkor csinálták a kenyeret, és hát az igazi házi kenyér, annak íze van, az más. Háziasan készítjük a kenyeret. Háziasan. Azért is szeretném csinálni a kovászos kenyeret, mert nincsen benne adalékanyag, nem tartalmaz akkora mennyiségű élesztőt, ugye az élesztőgombákat, nincs benne olaj, nincs benne cukor, mi nem teszünk a kenyérbe ilyen dolgokat, a hagyományos só, víz, liszt, a kovászosnál ugye a kicsi élesztőt használunk a kovászhoz, és szerintem ez a legegészségesebb, ami nem tartalmaz mindenféle adalékanyagot. A régmúlt idők praktikáit, fortéjait Nóra nagyapjától tanulta, ő pedig az édesapjától, aki az első cukrász volt Topolyán. Nagyon sok fagylajtot készítettek. Annó idejében a nyalókák és a cukorkákat ők készítették. Diót, mint a hurkapálca a pálcára húzták, és cukor bevonattal
dekorálták, úgy készítették a nyalókákat, az almát ugyanilyen cukros masszába mártották, amit ritka helyeken, de lehet még találni cukrászoknál. Én szeretném ezt folytatni, és hogy megtalálják, és érdekesebbé tenni, vagy visszahozni. Nóra nagy álma, hogy még egy pékséget nyisson a város központjában, amelynek cukrász részlege is lesz majd. Ott a nagypapa házilag készített fagylaltja mellett a diós baklavája is helyet kap, meg a nagymama vajas kiflije és a kútban keresztett bájglia. Mindig recepteket gyűjtöttem, mindig szerettem a nagyjékat meghallgatni, imádtam a nagymamám kemencéit, ahogy a szárizikkel gyújt be, ahogy ott benne kisüti a bejglit, amilyen, jaj, gyerekkoromban nagyon imádtam, és valamiért nem tudom, szeretem én is a régi hagyományos dolgokat, ízeket. Azok megindítják benne a gyermekkori emlékeket, ahogy izgatottan ül a kemence előtt, arra várva, hogy az illatos kalács kisüljön. Ezt szeretné valahogy megőrizni az utókor számára, sőt a régit tovább álmodni, új formába önteni. Nagyon sokféle formákat lehet készíteni tisztából, és azt szeretném, hogy egy kis változatosság legyen a városba, érdekes a gyerekeknek. Azt praktizálom, hogy aki bejön hozzánk a pékségbe, mindenki találjon magának valamit. Legyen az egy csokis szív, vagy egy sonkás sajtos masni, aminek egyszerűen lehetetlen ellenállni. Egy norvég formatervező Tone Finanger kézműves rongybabáival az egész világon ismert márkanevet teremtett. A Tilda babák, így nevezik őket, azokhoz a kicsikhez és nagyokhoz szólnak, akik még tudnak álmodni és hinni a tündérvilágban. A szabadkai Glisics Izabella 15 évvel ezelőtt egy orvosi váróterem egyik divatlapjában látta meg őket, és mentem beléjük szeretett olyannyira, hogy úgy érezte, ezt a látványvilágot másokkal is meg kell osztania. Van egy különleges kis bolt Szabadkán, olyan, mint egy gyerekszoba. Tel is tele játékkal, egyedi színes textilanyagokból kézzel varrott bájos figurákkal. Pöttyös macikkal, virágos gatyás tyúkokkal, francia sapkás kutyusokkal, angyalszárnyas, bókásan felöltöztetett pihepuha babákkal. Kecses elefánt kisasszonyokkal, kecskehölgyekkel és zsiráf úrfikkal, repülő rózsás nyuszikkal, vagányos manókkal, színes bagoly, róka és borz figurákkal, államőrző kismedvékkel, rongybabákkal és még ezer más csodával. Ezt a pasztelszínű, vintage hangulatú, varázslatos tündérvilágot Glisics Izabella álmodja és alkotja meg nap mint nap. Ő ennek a textil univerzumnak a megteremtője. Reggel érkezik az üzletbe, és estig varja aprólékos szakértelemmel rongybabáit, mesefiguráit, akik aztán türelmesen várják a bolt kis és nagy látogatóit. Én nem tudnák élni ez nélkül. Néha kifáradok, és azt mondom, na most nem fogok egy hétig varni, de hát elmúlik egy két nap is készén. Nem bírok tovább nyugton lenni. Muszáj valamit varnom, csinálni, alkotni. És érkeznek is Izabella alkotásainak rajongói, mert aki egyszer az üzletbe beteszi a lábát, azt a csodálatos látványvilága úgy magába szippantja, hogy többi nem tud tőle szabadulni. Mi teljesen véletlenszerűen találtunk rá erre az üzletre. Azt hiszem, hogy amikor megnyitott, akkor sétáltam erre a három gyerekemmel, és megláttuk ezt a csodálatos kirakatot, és így néztük, hogy jó, mik lehetnek itt bent, miket árulhatnak, és bejöttünk, és rögtön mindhárom gyerek választott magának innen játékot. A nagyobbik fiam egy rókát, a kislányom egy csellőt, a mellse, a kicsi fiam pedig egy libát. És nagyon különleges játékok, akár kijött hozzánk, mindenki megkérdezte, hogy hol szereztük be őket, tehát nem ezek a szokványosok, amit mindenhol meg lehet vásárolni. És kicsit ilyen nosztalgikus is, mert ugye ezek ilyen textilből készült játékok, és hát nekem annó, nagyon rég, kicsi koromban volt egy ilyen rongybabám, és teljesen visszahozták a régi emlékeket ezek a babák, amelyek itt találhatóak. Igen, és ennek mozog a keze meg a lába. Igen. A kiskata a törzs vendége a boltnak, legkedvesebb alvó babája egy fodros szoknyás őzike lány is innen származik, és most megtalálta a nagyobb párját. Nagynak még nem tudom, hogy mi legyen a neve, de a kicsinek az a neve, hogy gyönyörű, mert nagyon szép. Szép a ruhája, meg
puha, és ezek a pöttyök is szép, meg ez a rózsa is. Elzi is rátalálta neki való babára. Nálunk a Kata jobban ragaszkodik ezekhez a rongybabákhoz, mégiscsak különlegesek, nem az a tömeggyártmány, mint minden üzletben ugyanazok a játékok vannak. Mégiscsak különleges, itt se lehet két egyformát találni. És annyira, nem tudom, a gyerek kezeire lett ez készítve, tényleg a kis kezeivel meg tudják fogni, tudnak velük aludni, hurcolják ide-oda, mindenfelé viszik. Nem tudom, nálunk nagyon szeretik őket, több baba is van ebből az üzletből. És nem csak a kislányok, a fiúcskák is találnak itt kedvükre való figurát. Szeretsz ide járni? Mondjad, angyal. Igen. Miért? Mert itt vannak plüss játékok. Nagyon puha anyagból készülnek, jó a tapintásuk, és nagyon szépek a textilek. Tehát a babákon is, ugye itt vannak balerinák, mindenféle ronybabák, nagyon különleges ruhájuk van mindegyiknek, és talán ez, ami a kislányokat megfogja. Fiúkat meg valószínűleg az, hogy nagyon sokféle játék közül választhatnak. Nem csak a kicsiket, a nagyokat is magával ragadja ez a csodálatos mesevilág. Izabellának pedig megtelik a szíve a boldogságtól a repdesű kicsik láttán. Ez kárpótolja abban, hogy neki nincs saját gyermeke. Az aranyos rongybabák világába is a gondviselés irányította 15 évvel ezelőtt, amikor magába roskadva ült egy orvosi rendelő várószobájában, és az egyik divatlapban meglátta a mintás textil anyagokból kézzel varott Tilda babákat. Szerelem volt első látásra, úgy érezte, ezt másoknak is meg kell mutatnia. Mivel nagylánykora óta maga is vart, elhatározta, hogy megpróbál hasonlókat alkotni. A fájdalomból született a szeretet, és így elkezdtem otthon hobbi szinten varni. Évek hosszú során előbb elkezdtem a dolgaimat ajándékozni a barátnőjeimnek, a gyerekeiknek. Nagy öröm volt, nekem még nagyobb, és így fejlődött az én munkám, a babájaim is. Sokkal többet kerestek az emberek, és úgy döntöttem, hogy felmondok a cégbe, ahol 13 évig dolgoztam, és nyitottam egy üzletet, ami még most is itt van. Sőt, a norvég formatervező Tone Finanger által ihletett Tilda baba első másolata is megvan még. Ez az első baba nem úgy nézett ki, mint az övé, és én ilyen vagyok, ha nem úgy néz ki, ahogy én elképzeltem, addig csináltam, még nem jött létre tiszta olyan baba. És akkor aztán már elkezdtem saját magam csinálni kabátokat, a saját elképzelésemet rátettem a babára. A tetszetős múltat idéző mintás anyagokért eleinte Magyarországra kellett utaznia, most már Újvidéken is beszerezhetők. Minden baba 1000 aprólékos, precíz kis öltésből áll, és mindegyik számít. Ha elhibázza, sok órás munkája veszik kárba. Ha nem szépen van kihímézve a szeme, vagy a szája, ha nem szépen varjuk meg, akkor nem lesz szép neki a feje. Szóval ezt csak tömésnél lehet látni, már mikor tömést megcsináljuk, akkor lássuk, hogy jól csináltuk-e a babát, vagy nem. Mindegyik babának karaktere is van, és nincs két egyforma. Azt legjobban szeretem, mikor elkezd élni a baba. Megkapja a szoknyáját, megkapja a haját, a végét szeretem legjobban. Izabella szerint babái varázserővel bírnak, innen a szárnyuk védik a házat, a családot, meg a gyermekek álmait. Ezért az anyukák gyakran saját maguknak is vásárolják őket egyfajta házi áldásként. Mert az anyukák is szeretik, szóval néha az anyuka veszi meg saját magának a babát, nem a lányának. Akkor látom, a babakocsin rá van akasztva, és ez nekem egy nagyon szép visszajelzés. Hát tele van a szívem, és néha azt hiszem, hogy most kész, nem bírom tovább csinálni, de mikor ilyen visszajelzések jönnek, akkor tovább megyek. A legnagyobb forgalom a két ünnep idején karácsonykor és húsvétkor szokott lenni. Ilyenkor már hónapokkal előbb elkezdő az ünnephez illő babák és egyéb dísztárgyak, encsem-bencsemek varását, készítését. Ilyenkor reggeltől estig az üzletben van, ezt pedig a párja segítsége és támasza nélkül nem bírná. Ő csinálja a címkéket, a fa dolgokat ő csinálja, mikor van neki ideje. Szóval nagyon segít, nagyon sokat segít. Mindenféleképp.
Így tudta azt is áthidalni, hogy néhány hónappal a nyitás után 2020 márciusában a járvány miatt egy hónapra be is kellett zárni az üzletet. Izabellának a környezetvédelem is nagyon fontos, ezért kizárólag csak természetes anyagokat használ, és igyekszik minél kevesebb hulladékkal dolgozni. Az apró reszlikből kis ajándéktárgyakat var, nyuszikat, madárkákat, halacskákat, szívecskéket kulcstartónak. A legfőbb célja pedig az, hogy az emberekkel megszerettesse és visszaállítsa a kézműves tárgyak értékét. Neki ez hosszú, türelmes, kitartó és nagy szeretettel végzett munkával sikerült. Benne pedig kézzel varrott babái újabb rajongóra találtak. Kiszabadulni a város zajából, a nyüzsgő mindennapokból és a természet csendjét érezni, figyelni. Ez sokunk vágya, de csak kevesünknek sikerül. A kispiaci szekeres Levente szenvedélye a hivatásává vált, sőt, ő nem csak óvja a természetet, hanem meg is örökíti a csodáit. Két alkalommal az év természetfotósa lett Magyarországon, nálunk pedig 2016-ban az év madárfotósának választották. A vadon élő madarakat és állatokat megörökítő kalendáriumából befolyt pénz pedig a természet óvására és a védett fajok megsegítésére fordítja. Ez a csodálatos táj a Szabadkától 12 kilométerre fekvő Ludasító mellett található. Az itt rejlő tündérvilágot a környéket járó természetvédelmi őr Szekeres Levente örökítette meg kamerájával. A természet őreként a terep minden kis zegét zugát ismeri, és közben a fotózás és a filmezés is a szenvedélyévé vált. Ez nem ott kezdődik, hogy az ember reggel fölkel, kezébe fogja a fényképezőgépet, és akkor kimegy fotózni, hanem először elkezdi etetni a madarakat, akkor odaszoknak a madarak, akkor épít egy kis lest. A leskunyhót azt már általában még a madarak etetése előtt meg szoktuk építeni, azért, hogy egyáltalán ne legyen semmilyen zavaró hatása rájuk, tehát hogy ők úgy szokják már meg eleve, hogy ott van valami, és hogy azt normálisnak vegyék. A legaktívabb időszak számomra az a téli meg a tavaszi időszak. Ugye télen működik ez a téli ragadozó madáretető, onnan szoktam fotózni rengeteget, illetve még a vízimadarakat szoktam ugye etetni télen. A tavaszi időszak az pedig azért nagyon érdekes, mert ugye akkor visszaérkeznek délről a madarak, fészket készítenek, vagy beköltöznek a különböző előre kihelyezett odukba, és őket lehet akkor nagyon érdekes módon fotózni, ugye akkor kezdődik meg a költés, akkor van a párzási időszak, ezek mind nagyon érdekesek, aztán a fióka nevelés végig, ahogy a fiókáknak hordják a különböző elemózsiákat, ezt úgy érdekes az elejétől végig megfigyelni. A tervünk, hogy a Ludasi tó hajdújáráshoz közeleső látogatóközpontjánál a horgászok mólóján egy vödörnyi ezüstkárászt fogjunk ki a vízből, és a közelben lévő vízi madárleseli csalogassuk velük a madarakat. Ezek az invazív halakkal etetem a madarakat. Tehát tulajdonképpen nem vésznek kárba. Egyébként sem lenne szabad visszadobni a tóba, így legalább a madarak elfogyasszák, és akkor védett madaraink könnyebben jutnak táplálékhoz, ami hosszú távon hozzájárul a gyarapodásukhoz. A hozzá nem értő azt hinné, hogy a bőség szarujára lelt, de valójában ez a sok kis hal a víz szennyezéséhez járul hozzá, miközben kiszorítják a nemes őshonos fajokat, a pontyot, harcsát, süllőt, és megeszik az ikrájukat. Percek alatt megtelik a vödör a ficánkoló ezüstkárászokkal, és most már a madárles felé vehetjük utunkat. Levente pályaválasztását meghatározta, hogy édesapja is természetvédelmi őr, és egyben a Szalakóta Madárfaj Védelmi Programjának koordinátora. Neki köszönhetően a 2000-es évek elején még alig 15 pár szalakóta, mára már több mint 400-ra gyarapodott a délvidéken. Útközben egy mesterséges madárodóra bukkantunk, kíváncsian belesek, de üres, lakói térre, melegebb tájakra költöztek. Elkezdtünk különböző leseket építeni, hogy onnan figyeljük meg a szalakótának az életét, hogy mit csinál, mivel táplálkozik, milyen viselkedési formákat lehet megfigyelni, és akkor ehhez párosult egy idő után a fényképezőgép, mivel nyilván ezeket szerettük volna másoknak is megmutatni, illetve dokumentálni, hogy mi történik. Úgyhogy a szalakóta volt számomra az első lesből fotózott madár. Azt hiszem, hogy rám igaz a mondás, hogy nem esett messze az alma a fájától. Édesapám is természetvédelmi őr,
és tényleg szerintem igazából szüleimnek köszönhetem ezt a természet iránti elkötelezettséget, illetve szerelmet, mivel tényleg gyerekkorom óta mindenhova húztak, vontak magukkal az erdőn, a pusztákon keresztül, és hát ez részemé vált, úgyhogy enélkül most már én sem tudok élni. Szenvedély ez, amellyel az állat és növényvilágnak az emberi nem törődömség által megbontott rendjét újra harmonikus és önfenntartó együttélés igyekszik visszaállítani. Például a zsombékos árterület kialakításához, ahol víztől védve a parti madarak fészkelni tudnak annélkül, hogy a róka vagy csakál megtámadná őket, a szürke marhák és vízibivajok oda telepítése járult hozzá. Ők a nád lelegelésével és a talaj megtaposásával alakították ki az ehhez megfelelő terepet. Ide kerültek a szürke marhák, azelőtt egyáltalán nem költöttek a nyári dokatavon. Most az utóbbi években már 100-tól több pár költ, tehát látszik, hogy itt szoktak sétálni. Valamilyen fajoknak a jelenléte vagy hiánya, az utal nekünk arra, hogy hogyan is kéne gazdálkodni azon a területen, hogy az még jobb legyen. A vízi madarak szokásait a legjobban a leshelyekből tudják megfigyelni. Két úszósziget is van a les előtt, és igazából ezekben vannak ilyen kialakított haltárolók, hogy úgy mondjam, amiből a madarak ki tudják szedni a halat. Itt van egy teknő, és ebben a teknőben öntöm bele a halakat. A halak azok itt vígan el vannak, ameddig a madarak ki nem szedik őket. Tehát a madarak elég gyorsan rájönnek, hogy itt vannak a halak, és akkor megeszik őket. És akkor így úgy mondom, hogy igazából jó hasznosul ez az invazív halfaj, ez itt honos és védett madarakat tettük vele. Az ódú kémlelő nyílása kívülről átláthatatlan. A madarak nem látják a fotóst. Levente a szabadkai vadetetőnél készült legkedvesebb képére 10 évet várt, de most szerencsénk volt. A madarak hamar megérkeztek. Alig láttam ki a lesből, nem tudom, egy pár méter volt szinte csak a látótávolság. Akkor a köd volt, és akkor egyik pillanatban elkezdett feloszlani a köd, és egy ilyen, a háttérben egy ilyen nagyon jó hangulatot képezve megjelent 3 sakál az etetőn, és pár percre rá egy parlagis has is, ami egyébként is nagy ritkasságnak számít, berepült az etetőre, és ahogy próbált közel férkőzni a sakálokhoz, ő is szeretett volna falatozni, akkor a sakálok próbálták elkergetni, de azért a sas se hagyta magát, úgyhogy ott születtek ilyen viaskodós képek. És akkor, hát most arra a képre, hogyha így nézzük, akkor 10 évet vártam. Szekeres Levente 2 alkalommal is az év ifjú természetfotósa lett Magyarországon, Szerbiában pedig az év madárfotósává választották 2016-ban. Az idei kalendáriumából befolyt összeget jótékonysági célra, a szalakóták védelmére fordítja majd. Szerintem egy természetfotó az akkor éri el a célját, hogyha fölkelti az ember figyelmét, és esetleg elindul az emberben valami természetvédelmi vagy környezetvédelmi jellegű gondolkodás. Tehát egy olyan szép élmény számára, amire azt mondja az ember, hogy na ezért megéri fölkelni hajnalba, és akkor kimenni a természetbe, vagy na ezért megéri védeni a természetet, hogy láthassanak még a mi unokáink is ilyeneket. Műsorunk végéhez értünk. A legközelebb április 2. szombatján a híradó után 19:30 perckor jelentkezünk. Nézzenek bennünket. Viszontlátásra!